Sziasztok! Remélem, jól vagytok. A hétvégén csináltam ilyen orvosi francia videókat, hogy tudom én, és hát itt folytatni akartam, de mielőtt folytatom, azt akartam mondani, hogy a hétvégén voltam fent a hegyen, és leszánkóztam. Életveszélyes volt. C'était dangereux. Dangereux. Dangereux, az a veszélyes. Tényleg, c'était dangereux, amikor gyorsan mondjuk dangereux, életveszélyes volt. Szóval leszánkóztam a hegyről, még mindig itt vagyok Svájcba, és olyan 2400 méterről szánkóztam le. No, és szánkózás, azt úgy kell mondani, hogy például szánkóztam, j'ai fait de la luge, én csináltam, de la luge. Szánkózást. J'ai fait de la luge. De azt is lehet mondani, hogy j'ai fait du traîneau. Du traîneau. J'ai fait du traîneau. Mert az is a szánkó, és a traîneau azt például, amikor a kutyák húzzák a szánkót, akkor azt úgy hívják, hogy chien de traîneau. Chien, az a kutya, de traîneau. Szóval a szánkóhoz a kutya. Vagy hogy kéne ezt magyarul lefordítani. Chien traîneau. És hát elég érdekes volt a dolog. Mit tudom én, hányszor estem el. Je suis tombé, elestem. Je suis tombé. Tombé, az esni. Szóval elestem, vagyis inkább leestem a szánkóról. Je suis tombé du traîneau. Az azt jelenti, hogy leestem a szánkóról. És hát kékzöld vagyok mindenhol, úgyhogy az nem volt nagyon vicces. J'ai des bleus partout, az azt jelenti, hogy kék vagyok mindenhol. J'ai des bleus, az a kék, nekem vannak ilyen kék foltok. J'ai des bleus, jó, tiplik, mindenhol, partout, partout. J'ai des bleus partout. És ez tényleg így van. És annyira fájt mindelem utána, mintha izomlázas lettem volna. Izomlázam van, például azt úgy kell mondani franciául, hogy j'ai des courbatures. J'ai des courbatures. J'ai des courbatures. És hát ugyanúgy lehet courbature, amikor lázas az ember. Szóval lázas vagyok, azt úgy kéne mondani, hogy j'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. És más valami, például, ha az ember terhes, nőre gondolok, nem azokra a pasikra, akiknek akkor a hasukat, mint ha tényleg ők is terhes lennének. Amikor a nő terhes, akkor például azt úgy kell mondani, hogy je suis enceinte, terhes vagyok. Je suis enceinte. Je suis, én vagyok, enceinte, terhes. Je suis enceinte. És hogyha elmegy az ember egy röntgenre, például, röntgen az a rádió, igen, faire une radio, csinálni egy röntgen, szóval röntgen csinálni, faire une radio, ez elég könnyű, mert rádiót csinálunk franciául, tudom. Érdekesen hangzik, de ez így van. Szóval, faire une radio, csinálni egy röntgent, faire une radio, és akkor olyankor kérdezik az illetőtől, hogy êtes-vous enceinte, madame? Terhes az asszony. Êtes-vous enceinte, madame? Êtes-vous enceinte, madame? Terhes az asszony. És hát akkor, ahogy ki milyen állapotban van, úgy válaszol, azt mondanám, tőlem már kérdezték, hogy terhes vagyok-e, amikor nem voltam, és tényleg nagyon rosszul esett. Ilyenekre csak azt szoktam válaszolni. Tudom, ez egy kicsit durva, de volt egyszer egy olyan, hogy bent voltam a postán, és akkor a postanéni kérdezi tőle, csak így rám néz, és akkor mutatja a hasamat, hogy hú, és akkor azt mondja, hogy gratulálok, én megmondom neki, hogy mi van? Azt mondja, látom, hogy várandós, mondom, nem, még véletlenül se, csak fingalom kell. Olyan fehér lett a nosz, én csak úgy néz.
nézett egy nagyot, hogy hú a francba. Úgyhogy többet ilyeneket nekem már nem mondott. Ez túl volt tárgyalva. Na jó, ezeken a nagyon szép, ilyen kis gondolatos vicceken ma készek vagyunk ezen a francia leckén, és még egy valamit akartam mondani, hogy amikor fáj valakinek a torka, akkor azt úgy kell mondani, hogy j'ai mal, tudjátok, ezt mondtam már a másik videón, hogy fáj, j'ai mal à la gorge, à la gorge. J'ai mal à la gorge. Fáj a torkom. La gorge, az a torok. Szóval j'ai mal à la gorge. És ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen volt ez a szánkózás, és mennyire életveszélyes volt, akkor nyugodtan írjátok meg, és felrakom a videót, mert tényleg nagyon vicces volt. Köszönöm szépen, hogy néztétek ezt a videót, és nem sokára találkozunk egy másik videón. Sziasztok!